Háló? Igenis. Parancsoljon. Háló? Háló, itt Ibolya beszél. Már itt vagyok a hálban. Várom. Várom, Ubul. A gróf úr most nem ér rá, kérem. Ne zavarják semmiféle ügyben. De kérem, hát... Valami kis nőcske volt. Biztosan abban áll. Abban az üzleti ügyben, amiről maga beszélt az előbb. De ugye mi nem hagyjuk magunkat zavarta. Jaj, van egy óriási ötletem. Táncolni fogunk. Táncolni? Igen, igen, táncolni. Én láttam a hálban kiírva, hogy 5 órai teja van tánccal. Lejön velem a zsetórai tejára. Kérem, sajnos nem. Na. Ha csak egy csöppet szeret, akkor táncolni fog velem. De kérem, nem. Én... Gondolja meg is, válaszoljon a szíve szerint. Ne gondoljon most arra, hogy ki vagyok. Ne gondoljon az én 20 millió hozományomra. Csak arra, hogy tetszem magának egy kicsit. Egy nagyon kicsit. Nos, jön velem táncolni? Hozományából akarja rendezni az adósságait a gróf úr. A hölgy, aki odabent táncol. Ma érkezett Madridból. Madridból? Hogy hívják? Juárez Dulcinea. Hogyan kérek? Juárez Dulcinea. Kérem, legyen szíves egy másik bejelentőlapot. Ezt elrontottam. Igenis, kérem. Visszaél az én nevemmel. Valami szélhámos nő. Rettenetes. Hát mit akarhat? Mi lehet az oka? Nem tudom, de meg fogom tudni. Sajnos ez meg fog szökni, ha megtudja, hogy megérkezett a valódi Juárez Dulcinea. De nem fogja megtudni. Nem a saját nevemen jelentettem be magam, hanem a te nevelet írtam be. Érted? Szóval én most Juárez Carmencita vagyok. Óriási. Először kis estémet kérlek. Igen. Thank you.
kicsit, ne, ellenkezőleg, én csak most kezdek bele jönni a táncba. Miről is beszéltünk az előbb? Ja, igen, mondom neki, Madridban van 4 gyáram, 12 bérpalotám, azon kívül Sevilla mellett van egy 12 000 holdás kis birtokom, és egy pár millió vezettem készpénzben. Igen, nem akar tovább táncolni? Dehogy nem, boldogan! Kérem, ki az az úr, aki avval a spanyol hölgyel táncol? Gróf Borsai Ubul.